az ifjúság számára fontos kérdéseket taglaltak a Krisz héten. 30 éve kapta vissza református templomát Tisza Péter falva közössége. Ezeket a tudósításokat láthatják a Hitélet mai műsorában, melyben a Kárpátaljai Református Egyház rendezvényeire látogatunk. Idén is megrendezte hagyományos táborát a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet. A szervezet központi rendezvényét az aklihegyi Imánuel keresztjén ifjúsági táborban bonyolították, ahol 25 gyülekezetből összesen 60 fiatalt láttak vendégül. A Krisz hét a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezetnek a központi és elmaradhatatlan programja, amióta Krisz létezik. Folytattuk azokat az ifjúsági heteket, ami már akkor is működött a Kárpátaljai Református Egyházban az ébredés után. És mivel a Krisz vállalta a Kárpátaljai Református Egyházban az ifjúsági munka összefogását, ezért a konfirmandus hetek mellett elindultak a Krisz hetek a 16 éven felüli generációnak. Eleinte sokkal több 16 éven felüli fiatal volt ezeken a heteken. Már sajnos egyre kevesebb a külföldi munkavállalás és egyéb Ukrajnában lévő problémák miatt. De továbbra is ugyanabból a célból, hogy legyen nekik is, a konfirmandus korosztály felettieknek egy hét, ahol ők összegyűlnek, találkoznak, ismerkednek, Isten igéje mellett feltöltekeznek a nyári időszakban. A Krisz hét az összes program között én úgy gondolom, hogy a szíve ennek az ifjúsági szervezetnek, mert valóban itt jönnek új fiatalok a magába a Kriszben, és történnek megtérések, történnek olyan elindulások, ami ugye ez a kezdő lépés, és utána keresik az alapszervezeteket. Nem tudom összehasonlítani nagyon más táborral, mert én nem nagyon jártam más táborba, de gondolom, hogy abban különbözik, hogy itt ugye nyilván több lelki program van, ugye az emberek lelkével foglalkozó, lelkileg mélyebb, hiszen ez a cél. De ez nem jelenti azt, hogy itt nem szórakoznak, vagy nem érzik jól magukat, vagy keresztény módon nem szórakoznak, és nem élveznék, hiszen itt is vannak játékok, társas játékok, vagy szabadidőben különböző foci, röplabda, pingpong és egyebek. És zenélünk, igaz, hogy keresztény zenét, de ugyanúgy élvezik, mint hogyha valamilyen világi zene menne. Esti programban tábortűz, most volt egy jazz dance esténk is, ahol egy kicsit mozogtak, és egyéb programok, csendséta, illetve filmnézés, tehát van minden olyan, csak meg van fűszerezve egy ilyen keresztény fűszerrel az egész. Azt tapasztaltam, hogy, és ezt is visszajelezték a munkatársaim, hogy nagyon hamar megnyíltak. Persze rásegítünk erre, hogy minél jobban megnyíljanak, ez rögtön a hét elején a különböző élménypedagógiás ismerkedős játékokkal, illetve magával a csoportmunkával, amit saját maguk választanak, hogy milyen kategóriába szeretnének lenni. Tehát nyilván, ami hozzá közelebb áll, egy vers, egy színdarab, egy rajz vagy plakátkészítés, ők maguk ilyen csoportokat alkotnak. És most, mivel korosztályunként van egy csoportjuk, és van még egy érdeklődési körcsoportjuk, ezért most sokkal több emberrel ismerték meg egymást, és ez nagyon jó hatással volt a hétre, rögtön az elejétől kezdve látom azt, hogy nem nagyon vannak így egy ilyen szelektálódás, vagy ilyen
gengek nem alakulnak ki, hanem látom, hogy mindenki mindenkivel beszélget, és jól érzik magukat. Táborba főként olyan fiatalok jelentkeztek, akik keresztény értékek szerint élnek, vagy keresik a hit helyét és szerepét életükben. Most vagyok itt amúgy először, de hát eddig nagyon sok barátot szereztem, nagyon jók voltak az előadások, minden szuper volt végül is, társaság, megértő, szerető és elfogadó a társaság, mert végül is amúgy kicsit féltem, hogy nem lesznek új ismerősök, meg nem lesznek kedvesek, de végül ez így jó lesz. Jó volt. A Krisz héten minden évben egy az ifjúság számára különleges, fontos témát járnak körül. Idén úgy döntöttek a szervezők, hogy az eddigi évek legfelkapottabb témáiból állítják össze a hét vezérfonalát, így a döntő kérdések lett a tábor kulcsmondata. Bernát Tamás a hiteles kereszténységről tartott előadást. Egy nagyon aktuális téma, a hitelesség. Milyen a hiteles kereszténység? Milyen a hiteles keresztény élet? Röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy az emberek mérlegelnek. Kicsit hiteles, nagyon hiteles. A hitelesség egy annyira fölkapott kifejezés, és egyszerűen világméretben akkora nagy rá az igény, hogy a legtöbb felmérés azt hozza, hogy a munkaadóknak a többsége ezt keresi a munkavállalójában, hogy mennyire hiteles. Tehát tulajdonképpen bármilyen szakmában, bármilyen foglalkozásban, mennyire hiteles az az ember, az a személyiség, akit felkérnek, vagy akire rábíznak bármit, vagy bárkit. Valószínű, hogy azért olyan nagy rá a hitelességre az igény, mert egyre kevésbé van jelen. Az életnek bármilyen területén egyre kevesebb a hiteles ember. És hogyha a hiteles kereszténység a téma, a kereszténység azt jelenti, hogy Krisztusnak a követése, neki a bemutatása, a felmutatása. És ezt össze lehet foglalni, mert nincsen olyan, hogy valaki kicsit keresztény, vagy nagyon keresztény, mint ahogyan nincs olyan, hogy kis bűn, vagy nagy bűn, vagy valaki kicsit él, vagy egy kicsit halott, hanem valaki vagy él, vagy pedig már nem él. És a kereszténységben ugyanezt kell magunkban tudatosítani, hogy vagy van egy Istenre mutató, tehát a saját gyarlóságaimon túlmutató életvitelem szavaimban, cselekedeteimben, magában az életemnek a vezetésében, vagy pedig nincs. Nem az a baj, hogyha küszködök, hogyha elesek, hogyha bukdácsolok. Van kegyelem, és a kegyelem tart meg, nem a saját magam elszántsága vagy elköteleződése, hanem az a nagyobb gond, hogyha nincs vívódás, hogyha minden olyan természetes. Azt hiszem, hogy minden olyan rutinszerűen tud menni, tud működni az életemben. Úgyhogy nem kell ettől megijedni, nem kell sokat hasonlítgatni magunkat másokhoz, egymáshoz. Ez is egy nagy kísértés, hanem nézni Krisztusra, akire rá kell mutatni. És ebben a Krisztusra való mutatásban nekünk nem egymást kell legyőzni, meggyőzni, hanem egyszerűen rá kell mutatni. A példakeresés az mindig nagyon fontos, mert olyanok a példák, mint az útjelző táblák. Valahova el akarok jutni. Előttünk van egy cél, egy olyan cél, ami átvezet, túlvezet a földi életen. Nekem személy szerint nagyon fontosak a példák. Én szeretem mind a bibliai embereknek az életét megnézni, mind a keresztény hitvallóknak az életét megnézni, mert az embernek a legdöntőbb kérdései mindig azok voltak. És én sokat merítek abból, hogy ki hogyan oldotta meg, harcolta meg, ki hogyan jött ki valamilyen nehéz helyzetből. Az emberi élet, meg az egyházi élet lehet néha bukdácsoló, lehet néha gyarló, lehet nagyon emberi, de akkor vagyunk jó helyen és jó irányba, hogyha magunkon túl tudunk mutatni. A fiatalokat leginkább foglalkoztató téma mindig is a párválasztás volt. A Ki legyen a párom előadáson a szerelem, a szerelemben való önértékelés, önmegvalósítás,
a keresztény alapokra építkező párkapcsolat témáját járták körül. Első nap volt a téma délelőtt az önértékelés, délután pedig az, hogy hol a helyem a világban. Mind a két téma nagyon-nagyon tetszett, és nagyon aktuális, mert sokaknak gondja van az önértékeléssel, nekem is többek közt, valamint az, hogy fiatalok keresik a helyüket. Nem tudják mondjuk eldönteni, hogy hová menjenek tovább tanulni, vagy hogy mit kezdjenek ott, ahol vannak. És így egy kicsit megmagyarázták a dolgokat, hogy hogyan kaphatunk választ arra a kérdésre, hogy hol a helyem a világban. A kérdés nálam az most a szerelemhez kapcsolódik, ahhoz, hogy társat találjak, és hasonlók. Persze mindenki azt mondja, hogy fiatal vagyok, meg ilyenek, de valójában nem úgy érzem magam, mint egy 17 éves, hanem legalább egy 20. Talán azért, mert ilyen körökben mozgom. És én nagyon sokat imádkoztam azért, hogy Isten mutasson nekem valakit, vagy adjon választ, hogy miért nem. És ugye a héten volt egy mondat, ami úgy megmaradt bennem, hogy a társ ez nem fogja megoldani a problémáimat, vagy nem jelent egyáltalán megoldást arra a gondra, amiben vagyok, hanem ezt másnál kell keresnem, vagyis Istennél. És így megértettem, hogy először is meg kell találnom a módját, hogy úgy legyek boldog, és úgy oldjam meg a gondjaimat, hogy egyedül vagyok Istennel, és ha ez sikerül, aztán majd jön valaki, remélem. A táborokban, egyházi alkalmakon keveset foglalkoznak a társadalmat érintő kényes kérdésekkel. Itt viszont szóba került többek között a homoszexualitás és a média helyes, keresztény megítélése is. Igazából én azért érkeztem, mert én már régóta járok ugye ebbe a közösségbe, nagyon sok embert megismerek itt, nagyon szeretem őket, és engem ez motivál arra, hogy én ilyen közösségekben, hogy egy év úgy egyszer van ilyen, úgyhogy én mindig ezen szeretnék így megjelenni, és szeretném így az igéi alkalmakkal táplálni magam. A média hatása a fiatalokra. Erről néztünk is videót, hogy mennyire befolyásolja a fiataloknak a viselkedését, hogy állandóan a telefonra figyelnek, állandóan lefoglalja őket azok a dolgok, amik nem a valós életben, és ezáltal a kommunikáció is nagyon meggyengült a mai társadalom számára. Ugye a mai téma meg a pénzről szólt, hogy a pénz ne cél legyen számunkra, hanem csak egy eszköz, hogy megvalósítjuk a valós életbe azt, amit el akarunk vele érni. Ez is nagyon fontos, mert ugye mai fiatalság a pénzt inkább a menőségre próbálná használni arra, hogy ezzel felérveljen, és hogy ezzel egy kicsit tudjon jobban tündökölni a többiek közül. Én úgy gondolom, hogy nagyon megéri erre a hétre eljönni. Én ezt csak ajánlani tudom, mint fiatalként, hogy ez a hét egy olyan közösséget alkot meg számunkra, és egy olyan fiatalokat tudunk itt megismerni, hogy ez az embernek kihat az egész életére. Én nekem 13-ban volt a legelső táborom itt, konfis hétre jöttünk, ugye akkoriban nekünk ez kötelező volt, és én úgy jöttem ebbe a táborba, hogy én nem ezt vártam a tábort. Én azt hittem, hogy csak szórakozni fogunk. Az első két nap igazából nem értettem, hogy miről is szól. Még ugye nem is voltam sose táborba, csak 13-ba jöttem először. És engem az a tábor nagyon meg tudott fogni, és én azóta csak állandóan ilyen helyekre szeretnék járni, és ezt nagyon tudom így a többi fiatalságnak ajánlani, mert ez tényleg egy szuper közösség ez. A táborozók a csoportbeszélgetéseken és a csoportfeladatok során kinyilváníthatták véleményüket, ami nem csak őket hozta közelebb egymáshoz, de saját gondolataik megfogalmazásában is segített. Ugye minden napra volt egy különböző téma, mi a hiteles kereszténység, a Facebook hatása ugye az életünkre is. Rengeteg téma volt, eközül kellett volna választani egyet, szóval először úgy szerettük volna, hogy minden témát beleveszünk, egy ilyen kisebb részletet, de aztán láttuk, hogy ez itt túl sok lesz. És aztán végül inkább erre fókuszáltunk, hogy a Facebook milyen rossz hatással van úgymond a mai fiatalságra, meg mindannyiunkra, hogy túlságosan belemélyedünk. És a videóval azt szerettük volna úgymond megmutatni, hogy mi ennek az oka. És sajnos sok esetben úgy ezt szerettük volna demonstrálni, hogy sajnos a szülőik úgymond, hogy nem kommunikálnak eleget a gyerekükkel, ugye elhidegülnek. Volt egy ilyen rész a videóban, ahol ugye egy dolgozó apát szerettünk volna ábrázolni, aki úgymond nem törődik a gyerekeivel, ezért a gyereke úgymond elmegy, és a haverokkal úgymond drogoznak ilyen radikálisabb esetekben úgymond, de sajnos sokszor ez a valóság, szóval ezt szerettük volna a videóval úgymond átadni. A KRISZ programján résztvevő fiatalok sokat tanultak az őket körülvevő világról és annak Istennel való kötelékéről.
A hét során szórakoztak, szoros barátságokat kötöttek, de ami a legfontosabb, el tudtak csendesedni, az Istennel való kapcsolatukra figyelni, és válaszokat találni a saját döntő kérdéseikre. Következő helyszínünk Tiszapéterfalva, ahol a 30 éve visszakapott és felújított templom tiszteletére tartottak hálaadó Isten tiszteletet. Harminc éve kapta vissza református templomát Tiszapéterfalva. A templomot három részben építették, de az első és második rész építéséről nincs írásos feljegyzés. 1862-ben harmadik részként a torony elkészültével fejeződtek be a munkálatok. Később a szovjet hatalom rendelkezései miatt 1959-ben bezárták a templomot, amit három évtizeddel később kaptak csak vissza a hívek. A szabad vallásgyakorlás óta a gyülekezetben 22 lelkész szolgált, Hunyadi Attila 1997. októberétől tölti be a község lelkipásztorának tisztjét. Hunyadi Attila tiszteletes vezetése alatt a 2000-es évek elején külső felújítást végeztek az épületen, majd 2018-ban elkezdődött annak belső tatarozása. Ilyen áldott üzenetek közöttünk hiába neszül. Ha tudjuk magunkkal vinni az örömhírt, amelyet odakarsz helyezni egyenegyenki mindenünk szívére. A helyi közösség számára mindig fontos volt a hit, a vallás. A megtorlásokkal teli időszakra így emlékszik vissza Engi Ilona. Mikor minden vasárnap kétszer volt, míg nem zárták be, volt 9-kor és 1 órakor. De mi mindig itt voltunk, mint gyermekek. És a tiszteletest is nagyon szerettük. Bőd István volt még akkor, de szegény elmenekült. De mikor elvették, akkor sírtunk minnyájan. És úgy volt, hogy hát jöttünk a templomba, mert nem akartuk, hogy bezárják. És akkor jöttünk, énekeltünk, meg imádkoztunk pap nélkül. És akkor az én fiam jött a templomba, még be volt zárva, az iskolába járt, és az igazgató észrevette, és 4-est adott, pedig magyar ember volt, olyan, mint mi voltunk. 4-est adott neki maga a viseletből, mert megkérdezte, hova mentsz, és mondta, hogy a templomba. És na, kitartottunk, mikor bezárták, akkor Tivadarba jártunk, de nem hagytuk a templomot. És mikor megnyitották, ugye, hát akkor már unokám volt, hát nem kell elbeszélni, hogy mit sírtunk össze, hogy megnyitották, mert hát azért egy templom nélkül lenni egy népnek. A 30 éve történtek, valamint a 2018-ban elkezdett felújítás befejezésének tiszteletére hálaadó Isten tiszteletet tartottak a községben. Zán Fábián Sándor püspök a hálaadó Isten tiszteleten elhangzott prédikációjában az áldásról beszélt, amelyet minden ember és gyülekezet megtapasztalhat életében. Én még nem vagyok olyan öreg, de ha a tőlem mondjuk csak 10 évvel fiatalabb nemzedéket kérdezem meg, hogy emlékeznek-e erre arra, nem emlékeznek arra, hogy 30 évvel ezelőtt a főtereken bálvány állt, a Lenin szobra állt, ugye? Olyan himnuszokat kellett énekelni a magyaroknak is, ami bántotta lelküket, testüket. És ha nem emlékszünk vissza azokra a nagy szabadításokra, amelyeket Isten véghez vitt az ő népén, Izraelnek évezredeken keresztül vissza kell emlékezni, mai napig vissza kell emlékezni, hogy Isten megszabadította őket a szolgaság házából, Egyiptomból. Nekünk itt élő embereknek nem szabad elfelejteni, hogy volt olyan korszak, amikor megpróbálták az Isten igéjét bilincsbe verni, az élő vizet, az élet forrását valahogyan betakarni, eltüntetni, és emlékeznünk kell azért, hogy ez ne ismétlődjön meg. Emlékeznünk kell azért, hogy megköszönjük és értékeljük, és ami van, az ne legyen olyan magától érthető, ne legyen olyan, úgyis ott van. Tehát mi
sajnos akkor kezdünk el értékelni valamit, amit éppen elveszítettünk. Egy kapcsolat akkor válik fontossá, amikor már nem lehet újra ezt a kapcsolatot létrehozni. Akkor veszük észre, hogy jó volt ez a fa itt, ameddig árnyékot, amikor árnyékot tartott, amikor épp már nem tart árnyékot. Addig fontos egy folyónak a akkor fontos egy folyónak a csorgadozása, amikor hirtelen csak elapad. Addig meg még bajunk is volt vele. Tehát én úgy gondolom, amikor egy közösség visszatekint, az hálaadásra indítja, érték becsülésre neveli, és óvatosságra inti, hogy újra azokat a hibákat el ne kövesse. Hátat ne fordítson az Istennek, mert annak a népnek, annak a nemzetnek van jövője, mely felemelt fejjel mer az Istenre tekinteni, ugyanakkor alázatos, de mégis céltudatos, hűséges, és amely közösség, személy, család hűséges, céltudatos, az célba is fog jutni, és az Istennek az a célja, hogy az ember örök életet nyerjen. Ez az egyház üzenete, ma is várja az Isten mindazokat, akik az ő el nem múló szeretetében részesülni kívánnak. A 30 évvel ezelőtti üzenet az volt, hogy az Isten hatalma nagyobb a földi hatalmaknál, és az ateizmus, az istentelenség korszaka az már akkor, 30 évvel ezelőtt megtört, és utána hónapokon belül lehetett tapasztalni a változást, de az első dolog az a templomoknál jelentkezett, a közösségek merték felvállalni azt, hogy kérjék, követeljék vissza a templomot. Akkor még az nem olyan egyszerű volt, tehát Moszkvába kérvényezte a Péterfalvi gyülekezet, hogy neki adják vissza a templomát. El tudjuk képzelni, hogy még a diktatórikus ateista rendszer állt, de néhány protestáns ember úgy gondolta, hogy na itt az idő. És nem tudjuk, hogy a változás szele fújta őket, vagy ők fújták a változás szelét, de mindenképpen ma hálát adunk azért, hogy 30 évvel ezelőtt Kárpátalja vallásszabadságot kapott, a templomok, amelyeket elvettek, újra visszakerült a jogos tulajdonosához, a gyülekezethez, és a gyülekezet a kommunista ideológiák ellenére nem gazdasági, hanem lelki célokra kezdte el használni. Istentisztelet alkalmai kerülnek megrendezésre, és ma is istentiszteleten voltunk, azért tiszteltük az Istent és fejeztük ki a hálánkat, mert ez a templom megújulhatott. Felújították kívülről, belülről, szebbé, kellemesebbé tették, jobban jelzi a szép, tiszta, megújított templom az Isten nagyságát, hatalmát, és ma ezért vagyunk hálások, mert Isten megmutatta az ő hatalmát Kárpátalján is. A péterfalviak is megtapasztalhatták az ő gondviselő szeretetét, mert megújult a templom, és ebben a templomban most is szép számmal voltak az emberek, akik nem csak a földi síkon fontos áldásokért esedeznek, hanem azokért a lelki kincsekért, amelyek túlmutatnak és túlszárnyalnak minden földi nyomorúságon, halálon, és az örökké valóságra mutatnak. Ezért nagy nap a mai a Péterfalvi gyülekezet életében, mert a temploma és a parókiája megújulhatott, ezért a dicsőség az Istené, a köszönet és a hála mindazoké, akik segítettek ebben, köszönet a magyar kormánynak, aki ezt a közösséget is számba vette és támogatta, és köszönet azoknak az egyszerű idős kisnyugdíjasoknak, akik a két fillérjükkel is hozzájárultak ahhoz, hogy az Isten háza szép és ékes legyen. Örülök annak, hogy itt voltak fiatalok is, és hálás vagyok azért, hogy van a gyülekezetnek kórusa, mert ez azt mutatja, hogy az itt élőknek minden kárpátaljai nyomorúságot figyelembe véve mégis van kedve énekelni, van kedve verselni, ami jele, tehát az életkedv az életnek a záloga. És az Isten igében is van olyan igeszakasz, amikor azt tanítja, hogy
a népnek visszatért az élet kedve, amikor meghallotta az Isten igéjét. Egy ilyen hálaadó alkalommal hirdettetik az Isten igéje, és hát ha azok, akik épp az életkedvük elveszítésének a peremén állnak, azok ilyenkor életkedvre kapnak, maradnak itt Kárpátalján, magyarként, reformátusként, és ezzel a közösségünk, a nemzetünknek a jövőjét is biztosítják. A Tisza Péter falvi református templom megújult, és a helyi közösség hálás szívvel vette birtokba. A Péter falvi templom és gyülekezet története pedig mindannyiunkkal megérteti a Mózes 5. könyvében leírt áldások ígéretét, miszerint áldást bocsát az Úr csűreidre és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet neked ad Istened, az Úr. 5 Mózes 28:8.